húsvét táján hagyományosan bárányt szoktak vágni. Természetesen a zsidók úgymond húsvétja a Pészáh vagy a Pászka ünnep ókori tradíciójára alapozva. A bárány jelképiségéről sokan tudnak. A keresztények legtöbbször magával, a megváltóval hozzák összefüggésbe, ezért lett az úgynevezett Szent György zászlóval ellátott bárány gyakori címerállat. A református egyház címerpajzsán csak úgy előfordul a bárány, mint település címerekben, például egykor Bánfihunyad, Debrecen, Szentendre történeti címereiben. Érdekes adalék ehhez, hogy a keresztény egyházban a 7. század végéig a legáltalánosabb Krisztus ábrázolás a bárány volt. A 692-ben összehívott konstantinápolyi zsinat rendeletileg intézkedett afelől, hogy Krisztust nem nappal és holddal körülfogott bárány képében kell ábrázolni, hanem emberi mivoltában. Krisztus előtt 8000 körül vélhetőleg már volt domestikált juhtartás, sok tapasztalat gyűlt hát össze a faj természetéről és tenyészthetőségéről. Annak azonban inkább a szimbolikus gondolkodásban kell keresni a gyökerét, miért számítottak a ritkább, fekete-fehér foltos egyedek, de kivált a teljesen feketék, kivetett, megbélyegzett állatoknak. Alig ha van olyan család, amelyben ne volna egy-két kevésbé kedvelt fekete bárány. Ezt a közbeszédünkben gyakran ellenőrizhetjük magunk is. Negatív szelekcióval a fekete bárány is kiválasztott volt. Színe rosszat, bűnöset jelentett, legtöbbször úgy, hogy csupán a megszokottól, az általánostól eltérő volt. Ez a tulajdonjegy annyira rögzült az emberi gondolkodásban, hogy mind a rítusokban, mind a társadalmi érintkezésben állandósult. Leginkább a gonosz jelzővel kapcsolták tehát össze, és újra meg újra fellángoló késztetés ébredte fekete állatok, illetve kevésbé kedvelt embertársak eltávolítására.